Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Országos vérellátószolgálat véradásra és plazmaadásra hív a szervezet. Jelzőr, azonnali segítség idős embereknek vészhelyzet esetén. Állásajánlat, óvodai és iskolai szociális segítőt keres a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény. A koronavírus járvány második hullámának felerősödésével nem csak a pozitív esetek száma növekedett meg, de a kórházi ellátást igénylő betegeké is. Az ő kezelésükre továbbra is kevés célzott terápiás lehetőség érhető el, habár néhány antivirális gyógyszerrel kapcsolatban vannak biztató eredmények, a leghatékonyabb gyógymód továbbra is a vérplazma terápia, amely életeket menthet. A járvány első hullámában is voltak megbetegedések városunkban, igaz kevesebb számban. Az őszi második erősebb járványhelyzetben több budakalászi vált érintetté, betegedett meg koronavírusban, így ők is tudnak segíteni azoknak, akik most küzdenek a betegséggel. A szérum kizárólag a gyógyult betegek véréből állítható elő, ezért kulcsfontosságú, hogy közülök minél többen vegyenek részt plazmaadáson. Vérplazmát minden a vírusból kigyógyult személy adhat, attól függetlenül, milyen tüneteket mutatott nála a fertőzés, vagy mennyire volt súlyos a betegség lefolyása. Ez a plazma annyiban speciális, azért speciális, mert a koronavírus fertőzésen átesett, de gyógyult betegek antitesteket termelnek, és közülük egy pár, tehát kevesen, de közülük kerülnek ki azok, akik olyan szintű, olyan mennyiségű antitestet tudnak termelni, hogyha ezt a plazmát tőlük levesszük, és éppen aktuálisan betegségben szenvedőnek beadjuk, akkor a plazmában lévő antitestek rögtön fel tudják venni a harcot a beteg szervezetében jelenlévő vírussal. Tehát a beteg tulajdonképpen készen kapja azt a hatóanyagot, azokat a molekulákat, amiket egyébként a saját szervezete termel, hogy még betegé mennyit termel, az megint egy másik kérdésünk, a betegség állapotától, egyébként a szervezetnek a reakció képességétől, de az a lényege az egésznek, hogy készen kapja a hatóanyagot tulajdonképpen. A vérplazmaadás folyamata kicsivel bonyolultabb, mint a sima vérvételnél. Az első lépés, hogy jelentkezni kell mintaadásra. A jelentkezés feltétele, hogy a donornak legyen pozitív PCR lelete, és a gyógyulástól számítva elteljen 3 hét. Ha jelentkezik, és megfelel ezeknek az elvárásoknak, akkor mi levesszük a speciális mintákat, és elvégzünk minden olyan vizsgálatot, aminek alapján el tudjuk bírálni, hogy ő adhat-e ilyen terápiás plazmát. Van két vizsgálat, aminek az értéke egy adott szintet el kell, hogy érjen, és ezt eléri, akkor alkalmas gyógyító plazmára, tehát érdemes tőle plazmát gyűjteni. Ha ezt nem éri el, akkor ilyen terápiás plazma nem gyűjthető. Ettől ő még lehet védett, hiszen termel antitesteket, de nem olyan mennyiségben, mint ami az elvárt szint. Ha alkalmasnak minősül, akkor a mi koordinátorunk felveszi vele a kapcsolatot, egyeztetnek helyszínt, időpontot, és akkor megtörténik maga ez a plazma gyűjtés, ami más, mint a teljes véradás, hiszen a teljes véradásnál kb. 10 perc alatt levesszünk 4,5 deciliter vért, aztán ebből vérkészítményeket állítunk elő. Itt ez a speciális berendezés, ez levesz egy adag vért, kivonja belőle a plazmát, a többi elemet pedig visszaadja. És mindezt addig ismételgeti, ameddig alapértelmezésként egy egészséges embertől 600 ml plazmát nem gyűjt ki. És ez a 600 ml plazma, ebből lesz aztán 3 egységnyi ilyen konvaleszcens plazma, így hívják ezt a gyógyító plazmát, amit általában egy beteg egy kezelési ciklus során kap meg. Tehát egy plazmaadással egy beteg életének a megmentéséhez tud hozzájárulni a donor. A plazmagyűjtés folyamata nagyjából 30 percet, 1 órát vehet igénybe, tehát hosszabb, mint egy általános véradás. Az Országos Vérellátószolgálat szakmai főigazgató helyettesétől azt is megkérdeztük, hogy elegendő-e a plazmaadók száma. Október elején indultunk ezzel a kampánnyal. Most már napi szinten 30-40 jelentkezőnk van országosan. Mintaadásra ugyanis bárhol lehet jelentkezni, bármelyik kiszállásos véradási eseményünkön vagy az intézeteinkben. Nem kell előre jelentkezni, nem kell időpontot foglalni, jön és leadja a mintát. És ez a plazma gyűjtés is most már 7 városban zajlik, tehát nem csak Budapesten
tudjuk ezt végezni, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Székesfehérvár. Tehát, tehát megtaláljuk azt a helyszínt, ami a donornak elérhető távolságon belül van. Egyébként Szentendrejéről, Budakalászról, itt Budapesten történik a plazmagyűjtés. Azt látjuk, hogy ahogy gyarapodik az alkalmas donorok száma, úgy egyre több plazmát tudunk gyűjteni, de a készleteink azok nagyjából ugyanak. Tehát valóban a felhasználási igény is nő. Ki tudjuk elégíteni a készleteket, de még jelentős tartalékot nem tudtunk felhalmozni, tehát nagyon fontos, várjuk a jelentkezőket. Ma egyébként Budapesten éppen az egyik ilyen plazmagyűjtő centrumban, most már vége a mai gyűjtésnek, 13 jelentkezőtől gyűjtöttünk plazmát. Tehát ez egy nagyon eredményes napot zárunk ma. Folyamatosan várja tehát az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a koronavírus fertőzésen átesett gyógyultak jelentkezését plazmaadásra. Nem szabad azonban elfeledkezni az általános véradásról sem. Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy a véradások helyszínein fokozottan betartják a járványügyi előírásokat. Figyelnek a létszámkorlátozásra, a távolságtartásra, a vérvételi ágyak messzebb vannak egymástól, folyamatos a fertőtlenítés, a véradókat és a személyzetet pedig kérdőíves kikérdezéssel ellenőrzik, és ha bárkinél a legkisebb gyanú felmerül, azt nem engedik be a helyiségbe. Eleve, aki kockázatosnak minősül, van egy kérdőívünk, egy megállító táblán, őt be sem engedjük a véradás helyszínére, mert önmagában ez a fertőzés szerencsére vérkészítménnyel nem vihető át, tehát a betegek, akik vérkészítményre szorulnak, nincsenek veszélyben. Itt inkább az emberek egymás között, tehát a véradó a többi véradót, vagy a személyzetünket, vagy a személyzetünk tagja akár a véradót, de minden fronton a maximális biztonságra törekszünk, folyamatosan mi is ellenőrizzük az embereinket kérdőíves kikérdezéssel, és mindenkit távol tartunk, aki legkisebb mértékben is gyanús, hogy nehogy a fertőzés bekerüljön egy-egy vérgyűjtő egységünkbe, vagy egy-egy intézetünkbe. Maga a véradás egyébként ugyanúgy zajlik, jelentkezik, kitölti a kérdőívet, meghatározunk a hemoglobin szintjét, megmérjük a vérnyomását, pár apró egyéb kiegészítő vizsgálat, és megtörténik maga a vérgyűjtés, az a már említett 4,5 decilliternyi vért, amiből aztán három különböző vérkészítményt állítunk elő, vörösvérsejtet, vérlemez, két plazmát. Innen ered a szlogen, hogy agyvért és ments meg 3 életet. És azt tudni kell, hogy önmagukban a koronavírus fertőzött betegek nem szorulnak vérkészítményre. Ha van egyéb kísérő betegségük, ami okán igen, akkor természetesen kapnak, de a többi ellátásra kell, és azért ugyan nagyon nagy erőket fordít most az egészségügy a koronavírusos betegek kezelésére, de a vérigényes beavatkozások és ellátások folyamatosan mennek az országban. Onkológia ellátás, hematológia, tehát a rossz indulatú megbetegedések, transplantációk, szívsebészet. Tehát az ország jelentős mennyiségű vérkészítményt használ fel, nem annyit, mint békeidőben, körülbelül olyan 20-25%-kal kevesebbet, véradóból is körülbelül ennyivel van kevesebb, de egyensúlyban vagyunk, és ez a lényeg. Dr. Nagy Sándor azt is elmondta, hogy jelenleg az általános véradók száma csökkent, ami leginkább annak tudható be, hogy nincs annyi lehetőség vért gyűjteni. Oktatási intézményekben nem lehet most vért gyűjteni, kulturális intézményekben szerencsére engedik. Ugye ez a korlátozó kormányrendelet, ez nem vonatkozik a vérgyűjtésre, tehát amikor mi szervezünk egy kiszállást, az nem minősül rendezvénynek. Tehát jöhetnek a véradók, jelentkezhetnek véradásra. De óhatatlanul kevesebb a helyszín, kevesebb a lehetőség, kevesebb a jelentkező, van, aki fél, ez is érthető, nem akar emberek közé menni, mert úgy érzi, hogy megfertőződhet. Egyébként nem a vérgyűjtési helyszínen, hanem valahol akár a tömegközlekedésen, vagy útközben sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint a vérgyűjtés helyszínén. De amit említettem, a kórházak is azért az elektív beavatkozásokkal, tehát ortopédiai beavatkozások, amik ha csúsznak pár hetet, hónapot, semmi nem történik a beteggel, ezeket most nem végzik a kórházak, ezért az igény is csökkent. Ha valaki véradásra szánja el magát, előtte mindenképpen tájékozódjon az Országos Vérellátó Szolgálat vagy a Magyar Vöröskereszt honlapján az adott eseményről, hiszen a jelenlegi járványügyi helyzetben az utolsó pillanatban is lemondásra kerülhet egy helyszín. Óráról órára változhat a helyzet, utolsó pillanatban is lemondhatnak munkahelyek vagy közösségi helyszín, lemondhat véradást, tehát nem lehet most úgy, mint korábban, hogy tudtam, hogy egy hét múlva ott lesz, és akkor majd megyek, és ott valóban lesz is véradás. Tehát ebben
pici rugalmasságot kérünk, legyen, alaposan nézzék meg, hogy igen, az a helyszín, az időpont valóban alkalmas-e. Lehet időpontot foglalni több intézményünkbe, ami gyorsítja ezt az egész folyamatot. Ezt még talán érdemes kihangsúlyozni. Adjon vérplazmát és segítse a koronavírus betegeket a gyógyulásban. Adjon vért és mentsen meg 3 életet. És hogy miért jó vért adni a Magyar Vöröskereszt szerint? A véradók életmentők, a véradók hősök. A véradás egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést kap az illető az egészségügyi állapotáról. A véradás igazi közösségi élmény, együtt még jobb segíteni. Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba. A munkavégzés helye Pest megye, Szentendre járás kijelölt köznevelési intézményei. A pályázat részeként a szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint szakmai önéletrajzot kell benyújtani. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje 2020. december 15-e. A koronavírus járvány második hulláma miatt hozott korlátozó intézkedések hatására rengeteg idős ember él elszigeteltségben, magányosan, és az ünnepek közelettével ez számukra lelkileg és fizikailag is megterhelőbb. Legyen szó egyedül élő nagyszülőkről, idős szomszédokról, rokonokról vagy ismerősökről. Nagyon fontos, hogy a mostani bizonytalansággal és elszigeteltséggel teli időszakban kiemelten keressük őket és ajánljuk fel segítségünket. Hívta fel a figyelmet Sósné Erdő Klára, a Budakalászi Caritas vezetője. Az időseinkre való odafigyelés az most fokozottan fontos, és főleg azért, mert nagyon sok helyen látjuk azt, hogy ez egy mentális egészségromlással is jár, amiben az időseink beszorulnak, félnek, és a kapcsolataik is nagyon leszűkülnek. Emiatt a mozgásuk is sokszor korlátozottá válik egyre inkább, az egészségi állapotuk sokszor van, hogy megbetegednek, de nem mernek mentőt hívni, félnek attól, hogy kórházba kerülnek. Ezt én akár a személyes életemben is tapasztalom, de a Caritas munka során is. Nagyon fontos az, hogy a szeretteinket, akár egy kicsit távolabbi rokonainkat, ismerőseinket, szomszédainkat időről időre fölhívjuk és rákérdezünk, hogy minden rendben van-e velük, és valóban minden rendben van-e, és akár egy picit intenzívebben is rákérdezzünk, hogy merjenek segítséget kérni. Nagyon szívesen segítünk, ott vagyunk, és ajánljuk föl mi magunk. Még egy kicsit előzékenyebben, mint máskor, hogy ne azon múljon, hogy ő nem meri megkérdezni, vagy esetleg aggódik ezen, hanem inkább mi legyünk azok, akik az első lépést megtesszük. Az SOS Központ 2013-ban alakult. Felismerve, hogy nagyon sok egyedül élő embernek van szüksége veszélyhelyzet esetén, azonnali segítségre hozták létre központjukat, ami elsősorban értesítési központ, melyet országos szinten már a több ezren használnak. A szolgáltatás lényege, hogy azok az egyedül élő emberek, akiknek fontos, hogy veszélyhelyzet esetén ne maradjanak egyedül, tudjanak azonnali szakszerű segítséget kapni. Érkezett egy segítségkérés, mondjuk azt, ez a helyi idős klubtól, ahol jelezték azt, hogy mód van arra, hogy olyan segélyhívó órákat tudjanak juttatni az időseknek, amennyiben összejön egy minimális létszám, amin keresztül ők segítséget tudnak kérni, akik elesnének, ez az óra ezt érzékeli. Azonnal hívja ezt az SOS központot. Abban az esetben, hogyha magánál van, de még nem esett el, de rosszul van, akkor meg tud rajta nyomni egy nagy gombot. Beállítható úgy, hogy a hozzátartozót hívja fel mobiltelefonon, de beállítható úgy is, hogy a segélyközpontot tudja fölhívni, ha valakinek nincs közelben hozzátartozója. És akkor ott a segélyközpontban olyan szakértők ülnek, akik el tudják dönteni, hogy éppen mire van leginkább szükség, a rendőrséget, a mentőket, orvost, vagy mit kell hívni és kiküldeni. És szerintem ebben a bezárt világban ez különösen is fontos lenne, hogy ez minél több olyan időshöz el tudjon jutni, aki egyedül él. Mert így van rá mód, hogy segítséget kapjon, hogyha rosszul lesz, és sajnos sok ilyen esettel találkozunk. Az SOS központ diszpécserei egészségügyi végzettséggel és sok éves tapasztalattal rendelkeznek, a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, és számos esetben tudnak segíteni például azokon, akik vérnyomás ingadozás miatt vagy cukorbetegség miatt eszméletüket vesztik, korlátozottan nehézkesen tudnak közlekedni, sztrók miatt elveszítik eszméletüket, nem találják a célt, ahova elindultak, elveszítik a tájékozódási képességüket, gyanús zajt hallanak a házban, és rendőrt kell hívni. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy,
hogy akár a Caritást, vagy akár közvetlenül az idős klubot és az Eliziárikát keressék, mert nála futnak az igények, és utána ezt ő fog tudni ennek a későbbi sorsáról intézkedni. Ennek 2500 forint egyébként a havi díja ennek a szolgáltatásnak, ami azt gondolom, hogy egy elég kedvezményes lehetőség. Ha valakinek ez nagyon nagy problémát okoz, akkor azt gondolom, hogy a Caritás is tud ebben segíteni az ilyen helyek. A segélyhívó készülék kis helyet foglal, körülbelül egy gyufás doboz méretű eszköz, súlya mindössze 35 gram. Egy fő gomb van rajta, melynek megnyomásával a bajba jutott azonnal kapcsolatba tud lépni a diszpécser központ ügyeletes munkatársával. Az eszköz ekkor úgy működik, mint egy kihangosított mobiltelefon. Az illető el tudja mondani a veszélyhelyzet jellegét, és a diszpécser megkezdi a segítségnyújtást. Az eszköz arra is alkalmas, hogy rokonaival, ismerőseivel kapcsolatba lépjen, és mobiltelefon helyett ezen keresztül beszélgessenek. Rendelkezik a készülék saját telefonszámmal, mely felhívásával elérhető a biztosított. Nagyon fontos jellemzője az eszköznek, hogy rendelkezik elesés érzékelővel. A beépített G-szenzor érzékeli az esést, és riasztást küld a központba a készülék. Már a magyarországi települések 91%-ában van igazolt fertőzött, közölt az országos tiszti főorvos a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van, ahol 29.240, illetve 19.191 igazolt pozitív embert regisztráltak. A legkevesebb fertőzöttet, 1972-t Tolna megyében tartanak nyilván. Végül a várható időjárásról. Csütörtökre országszerte beáll a hideg párna, ami ködös, nyírkos, borongós időt jelent gyenge légmozgással, néhol szitálással. Hajnalban -3, +1, délután 0-5 fok valószínű. A fagyos tájakon a csapadék ráfagyhat a felszínre, jeges útburkolatokat okozhat. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. Folyamatosan várja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a koronavírus fertőzésen átesett gyógyultak jelentkezését plazmaadásra. Elesés érzékelővel is rendelkezik az az eszköz, ami az egyedül élő idős emberek számára életmentő lehet. A Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb szerdán este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!